Mince vagyok a Befekszem csatornától, és sajnálattal közlöm, hogy elhunytam krónikus éhség miatt. Bárcsak lenne valami finom étel, amivel elűzöm éhségemet. De jaj, mi van itt az asztalon? Mit érez az orrom? Jaj, de jó illatokat érzek. Hát egy gigantikus bécsi szeret. Úgyhogy a mai videóban ezt fogom megkóstolni. Tartsatok velem ma is, ez egy jó videó lesz. Mai rohanó világunkban egyre nagyobb szerepet tölt be Bécs. Mindennapi életünk meghatározó szereplőjévé vált mára már a szelet. Úgyhogy mi van, ha ezt a kettőt kombináljuk? Bécs, szelet. Mi lesz ebből? Szelet, Bécs? Vagy Bécs, szelet? Majdnem. Helyes megfejtés, bécsi szelet. Budapesten legalább 3 vendéglő van, aminek az a neve, hogy bécsi szelet vendéglő. És mindig, amikor futárkodtam, akkor megirigyeltem azokat az embereket, akik ilyent rendelnek. És most nagyon rosszul aludtam, nagyon fáradt voltam, bevallom, kempingeztem, és nagyon hideg volt. És úgy éreztem, hogy basszus, én nekem nincs kedvem most főzni. És vasárnap is van, és vasárnap így a belső biológiai órám arra van ráállva, hogy aranyló húsleves és végtelen rántott hús, vagy nem tudom, valamilyen lakoma így érzem belül, hogy valami lakoma már időszerű lenne. Úgyhogy gondolom ezért eszembe jutott a bécsi szelet. Egyébként kicsit drágább volt, mint gondoltam, majd erre is kitérek. Viszont a legrosszabb az egészben, hogy amikor már jöttem hazafele, és terveztem a fejemben, hogy mit fogok rendelni, akkor küldött édesanyám egy képet, hogy 9 féle ételt főzött a vasárnapi ebédre. És az uborka saláta lesz a 10. És basszus, pont most nem vagyok otthon vidéken, és pont most nem tudom enni. Itt egy kép, utálóim szerint ez egy ünnepi étel. Nem, Szabolcsban ez egy átlag hétvégi étel. Hogyha az ember megengedheti magának, hogy nem kenyeret kell ennie meg zsírt, akkor általában azt meg szokták becsülni ott. Mifelénk, és akkor megünneplik a gasztronómia sokoldalúságát minden vasárnap. Múltkor egy híres youtuber is megfordult nálunk Szabolcsban, nem mondom el ki, de lengyel a vezeték neve. És olga a kereszteve. Na mindegy, szerintem már kitaláljátok, hogy ki. És amúgy tök jó volt, hogy így végre valaki, egy külföldi embernek megmutathatom, hogy anyukám milyen ételeket főz, tessék, egyed. Végig néztem, hogy na, minden megkóstolt, azt mondta, ízlik neki. Nyilván ezt mondtam, mert mi más mondjon, de azért remélem tényleg ízlett neki. És anyukámnak is ezúton is köszönöm, hogy gyorsan tudott sok ételt összehozni. Mikor a vonatról leszálltam, akkor ébresztettem a telefonhívásommal, aztán amikor néhány óra múlva visszaérkeztünk, akkor kész is volt a terülyasztalkám. Aranyló húsleves volt, szabolcsi töltött káposzta, azt mondta Olga, hogy jobban hasonlít a lengyelre a szabolcsi, mint a budapesti. Egyébként, aki budapesti töltött káposztát eszik, és azt mondja, hogy nem szeretem a töltött káposztát, az rohadjon meg, az nem az igazi. Az igazi a szabolcsi töltött káposzta, bárki bármit mond, a szabolcsi sokkal finomabb. Tessék, kimondtam, kövezzetek meg. Volt még uborka saláta, ilyen paprikás hagymás krumpli, és volt rántott hús, és volt palacsinta, és volt rakott krumpli, és nem tudom mi volt még, talán ennyi volt. Úgyhogy nagyszerű hangulatban telt ez az étel. Ezeket csak azért mondom, hogy megalapozzam a hangulatot a vasárnapi ebédhez, mert most pont vasárnap van, amikor ezt a videót felveszem, és vasárnap lesz, amikor ezt közzéteszem ezt a videót. Úgyhogy majd gondoljátok azt, hogy ez éppen jelen időben zajlik, és nem egy másik vasárnapon, hanem hogy ti is itt esztek a vasárnapi ebéd mellé, amit nincs kivel, ezért muszáj egy YouTube videót nézni közben. Én is úgy teszek, mintha családi ebéd lenne. Közben kirakom így, majd nézem a Vibenen a képet az otthoni lakomáról, és majd azt képzelem, hogy én is ott vagyok, és lakomázok. De inkább mégse, inkább a valóságba visszatérek, és átélem a sok pillanatot, amikor ki kellett cipzározni a futártáskámat, mármint így át kellett alakítani, hogy beleférjen ez a szar, mert amúgy pont nem fér bele, úgyhogy rohadjon meg, aki ilyet rendel, de most egyszer végre én is megrendeltem. Kaptam egy számot is, 262-es, nevemet nem írták rá, az mindig jó, mert akkor nem kell letakarni. És amúgy nagyon jó illata van, bevallom. Én már itt rosszul érzem magam. Egy szelet hús, azt hiszem 4000 forint volt, viszont nagyon nagy. És így összesen ennyit fizettem érte.
Szállításért nem fizettem, mert ilyen volt előfizetésem, ami jó forró, mert betakartam paplannal. Rendeltem hozzá petrezselymes burgonyát. Annyira nem szeretem a petrezselymes burgonyát, de ez illik hozzá szerintem. Ilyen üres íze van, szagoljátok meg. Ugye ilyen tartármátás jó lenne, de az plusz nem tudom hány forint volt, túl sok volt ahhoz, hogy rendeljek. Pedig lehet kellett volna, ha már lúd legyen kövér alapon. És így tetszik, hogy egy pizzás dobozban van. Hot, fresh, delicious pizza. Olyan tényleg pizza van benne? Nézzük. Wow! Srácok, nem hiszitek el. Ez a hús, ez akkora, mint a fejem. Basszus. Én izgalomban jönök menten. Basszus, és jó ropogós. Nincs megszottyadva. Azt hittem szottyat lesz. Illatra. Rántott hús illatú. Van egyébként a bécsi szeletnek egy nagyon specifikus készítési módja. Van a bizonyos szabályok, és ha azt nem tartod be, akkor nem hívható bécsi szeletnek. Viszont már nem tudom felidézni, mert a Szellem a fazékból című rádió műsorba hallgattam, és egyszer elmondták, aztán többet nem hallottam. De nem tudom, hogy itt betartják ezt a szabályt, de úgy tűnik, hogy igen, mert elég ropogós. Pézi. Kicsit használt olaj íze van, biztos sok rántott hús kisütöttem már ebbe az olajba. Kóstolj meg a burgonyát. Ez finom burgonya ízű. Jó meleg. Forró. De nem a burgonyáért vagyunk itt. Kóstoljuk meg a bécsit. A borjú bécsit, ami igazából sertés. Basszus. Ez elég finom. Olyan éhes voltam már. Nem hiszitek el. Én ha konkrétan, ha éhes vagyok, konkrétan ki vagyok. Próbáljuk ki citrommal. Nem tudtam, hogy csukott szája lenni. Bazd. Nem kapok levegőt az orromon. Bocs. Kövezhetek meg. Literálisan nem jut annyi levegő a tüdőmbe az orromon keresztül, hogy ne essek kétségbe. Citrommal igazából ugyanolyan, mint nem citrommal. Már nem is emlékszek. Ilyen nem citrommal. Ilyen citrommal. Hát nem tudom. Mifelénk nem esznek citrommal húst. Mifelénk a halat eszik citrommal. De nem rossz, csak minek. Nem hiányzik rá a citrom. Ami hiányzik, az tartár. Ami hiányzik, az tartármártás. Tudjátok, mint egyszer élünk. Mi lenne, ha nem tartármártásnak hívnánk, hanem tartálymártásnak? Szerintem az vicces lenne. Ti mit gondoltok, írjátok meg kommentben. Kóstolj még, milyen a burgonya. Ez hiányzó. Így már hozza a menza hangulathoz. Szerintem soha életemben ilyet nem ettem, csak menzán. Mi otthon krumplipürét szoktunk enni. Néha esetleg nagyon ritkán hasább burgonyát. Ilyet nem szoktunk. Úgyhogy ez ilyen menza és étterem specifikus. De még nem is mondtam a húsról semmit. A hús az... kellően meg van sózva, nem túl sós. Jó a prézlie, a bundája. Az idegesít mondjuk, hogy így lehullik. Nem tudom, ehhez nem vagyok én hozzászokva, hogy lehulljon.
Viszont továbbra is azt tartom, hogy szerintem csirkéből finomabb lenne. Jó, de az akkor nem bécsi szeret lenne, a bécsi szeret azért sertésből van, mi barátom. Bromám, megint te beszélsz, fogd már be, nem kérdezze senki. A legjobb részek, ezek a pirult részek. Nem is kell ez csirke. A sertésnek van egy ilyen specifikus sertés íze, és az elején így, amikor hozzászoktál sok csirkét eszel, akkor az elején fura, hogy ah, ez nem olyan. De utána meg, ha sertés után eszed a csirkét, akkor meg ilyen ízetlennek tűnik. Szóval nem is rossz. Igazából azt gondoltam, hogy kisebb lesz. Tehát azt gondoltam, hogy ekkorának képzelem, és akkor majd biztos kisebb. De pont akkora, mint amekkorának képzelem. Elvileg 300 gram. Nem értem le, mert nem fér a méregre. 4000 forintért 300 gram hús. Hát nem tudom. Ilyen fél kiló húsokat szoktam venni. Viszont ez nincs bepanírozva, mert a fene fog ezzel vesződni. Szóval lehet, hogy tényleg így, ha kiszámolod, hogy hány órát töltesz el a panírozással, meg tojásfelveréssel, meg mit tudom én, olajhebítéssel, akkor lehet nem is olyan drága. De amúgy meg drága, mert 4000 forint. Például McDonald'sba dolgozol, és mindig jókor dolgozol, és keresel 2000 forintos órabért, akkor elég 2 óráig dolgozni, hogy vehess egy ilyen szelet húst. Hogyha pedig még dolgozol mellé 40 percet, akkor vehetsz hozzá egy ilyet is. Úgyhogy mindössze 2,5 óra meg kis munkából vehetsz egy ebédet. Aztán kiszámolod az albérletet, havi 100 ezer, elosztva napi 3333 forint, tehát másfél órát dolgozol az albérletért, akkor már 4 óránál vagy, és még nem vagy nullán, mert még a telefonszámlát nem fizetted ki, van a diákhitelt, szóval igazából a budapesti lakás az szerintem egy buborék, ami nem fenntartható anyagilag, csak úgy, hogy kívülről tolják be a pénzt az emberek alá, vagy úgy, hogy hazajár enni. Tehát egy álmot adnak el Budapesten, hogy igen, most szar lesz, most 7 évig nyomorogni fogsz és szenvedni, de hidd el, majd utána jól fizető állásod lesz is. És fontos diploma, meg mit tudom én, jó egyetem, top 500, és akkor addig meg jó olcsó munkaerő vagy, okosabb vagy, mint egy hasonlóan olcsó munkaerő, aki nem diák. Szóval mindenki jól jár vele, csak a diák munkás nem. Tudom, hogy mekiben vannak nem diák munkások is, de szerintem ők már feladták az életüket. Nem nézem le a mekiseket, én is dolgoztam akibe. Csak nem értem, mikor kioktat egy ilyen idősebb ember, aki ott dolgozik, nem tudom, 17 éve, és akkor ott magyaráz nekem, és akkor végig gondolom, hogy szeretnék én ilyen lenni, mint ez az ember. Szeretném azt elérni, amit ő elért. Szeretnék bármiben hasonlítani rá. Nem szeretnék, akkor miért tenném úgy, ahogy ő gondolja, vagy miért? Miért az lenne a jó nézőpont? De sajnos az ő fejében nem fordul meg. Na mindegy, hát az is egy munka, legalább becsületesen dolgozik, nem lop, nem bűnözik, nem drogdíler, úgyhogy még mindig jobb. De az is lehet, hogy valakinek meg tök más tapasztalatai vannak, és valakinek jó volt a Mekiben, vagy szerette. Úgyhogy akinek van ilyen tapasztalata, írja meg kommentben. Meg akinek rossz, az is írja meg. Az a helyzet kicsit felborultak az arányok, mert a krumpli kezd fogyni. Hús meg még van. Lifehack, hogyha felvágod a krumplikat, akkor kétszer annyi krumpli lesz, hogyha mindent félbe vágod. Ez a legjobb ropogós rész. Zsír. Ó.
Kolesterin. Jaj, de szeretem. Ahol megrágom, hogy szétfolyik a számba. Hát basszus, nem hittem volna, hogy ezt fogom mondani, de jól laktam. Úgy tűnik, a jó lakás határ az valahol 5000 és 6000 forint között helyezkedik el, szállítási díj nélkül, ami amúgy kicsit szomorú, mert a fejemben még 1500 forint, vagy 1500-ból jól lakok, 2000-ből már lakom a... Olyan gyorsan változnak az árak, hát 3 éve még 500 forint volt egy girosz, most 1800 forint egy girosz. Tehát nem tudok lépést tartani a fejembe a pénznek az értékével, már nem tudom, hogy mennyit ér a forint, már nem tudom, hogy ez most megéri, vagy nem éri meg. Viszont a pénzemért szerintem egy korrekt ételt kaptam, hogyha mondjuk van otthon sült krumplid, akkor nem is kell ezt megrendelni, mert szerintem ez nem ér 1400 forintot, csak ehhez nem adnak, és akkor nyilván valamit muszáj venni, és akkor jó drágán adják, gondolom azért. De ha meg van otthon krumplid, vagy nem akarsz krumplit tenni, mert kit érdekel a krumpli, akkor meg egy jó nagy hús kapsz. Ami finom, egy korrektül megcsinált hús, semmi extra, semmi gurmé, azért érződik a használt olajíz, nem életem legjobb húsa, de minden rántott hús jó rántott hús. Egy bölcsember mondta ezt, azt hiszem Széchenyi Istvántól ered az idézet. A rántott hús olyan, mint a szex. Hogyha jó, akkor nagyon jó, hogyha nem jó, akkor is jó. Úgyhogy ez elég jó volt, 10/8-ra értékelném, ha értékelném, de nem fogom, olyan, amilyennek elképzeled, rántott hús ízű. Nekem viszonylag korán kihozták, talán fél óra volt, és nem volt beszottyadva, pedig még vagy 10 percet állt a paplan alatt. Szóval lehet, hogyha csúcsidőben rendelsz, és késik a szállítás, vagy nem tudom, háromat rendelnek egyszerre, akkor lehet, hogy megszottyosodik a hús, és akkor már nem olyan jó, vagy kihűl. Így még éppen nem hűlt ki, és még ropogós volt a bundája, úgyhogy finom volt. Nekem ez íz lett. A múltkori tákónál mindenképp jobb. Meg így legalább tudom, hogy húst tettem, hús van a gyomromban, ha benne van a gyomromban egy ekkora korong, nem ilyen mindenféle összetevők, meg kukoricadara, meg mit tudom én, ilyen hülyeségek, és akkor meghintve három szem hússal, hanem látom, hogy ennyi hús, és akkor tudom, hogy ennyi hús. Nem vernek át. Azt kapom, amit látok. Ti mit gondoltok? Rendeltetek már ilyet? Vagy ha nem, akkor rendelnétek? Írjátok meg kommentben, és legközelebb mit próbáljak ki? Azt is írjátok meg. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Egy bölcsember egykor azt mondta, azt hiszem Széchenyi István mondta, hogy a rántott hús olyan, mint a szex. Hogyha jó, akkor nagyon jó, de hogyha nem jó, akkor is jó.